Napok óta nem láttuk anyát. Itt a nagy pillanat, hogy megölelgessük őt. Jó reggelt! Van egy kis felvételünk, ez egy ilyen előjáték a műsorhoz. Jövök át a Rékához sminkelni. Búvárkodni fog, nagy sminkemmel lesz. Szervusz, Lékbuci! Na, hova ülök ma? Ágy! Már vártam, hogy hűtőszekrény, dohányzó asztal. Réka szeret engem ilyen mindenféle extrém helyekre ültetgetni. Sikerült egy nagyon jó timelapse-et csinálnom arról, ahogyan készül a sminkem, amint nem látszik a fejem, meg a Réka feje sem. Elkészült a smink, most összeszedem a cuccaimat. Gyors kávé és indulás. Ez lesz a kocsikánk. Elég is súlyos egy hely. Hogy menj a macska? Pre-shooting day, forgatás előtti forgatási nap, haha. Felvesszük az egész műsornak a legelejéről azt a jelenetet, amit ti már láthattatok, amikor egy búvárként keresem kincses ládát a tenger alján. Hát az van, hogy én nem tudok búvárkodni. Voltam már palacka a medence alján, de csak forgatás miatt, és nyilván ehhez azért vizsga kell, úgyhogy nekem nincs vizsgám, és nem is volna túlságosan biztonságos, hogyha enélkül engednének. Viszont akinek van búvárvizsgája, és mivel még nem kezdődött a verseny, ezért nagyon ráér, az a Szimi. A Szimi lesz a dublőröm, ő fog helyettem lemerülni a tenger aljára, aztán onnantól kezdve, hogy mászok fel a hajóra, az már én leszek. Na meg én vagyok, még nagy szakállal itt vagyok az autóban, és még ügyezek címkeügyben, gyermekeim iskolába, és aztán megyek be, még a stúdióba összeszedem a cuccokat, hát szóval van még mit csinál. Elaká! Az ikrek! Görcsi, neked is van búvárvizsgán? Felajánlottad a le... Felajánlottam, csak több súlyt kell most. Hasonlítunk, nem? Hát igen. Ikertornyok. Szakállat eltakarom, akkor igen. Szóval a Szimivel? Hát azért én erre nagyon büszke vagyok, hogy a Szimi az ikertorn. Jó. Most próbáljátok a térképet kicsit roncsolni? Túlságosan új. Hiszen 100 éve a víz alatt. Nem lehet használni Jordániában? Köszönöm, most a magyar szavak vannak. Köszönöm. A köszönöm, az itt Jordániában valami nagyon csúnyát jelent. Hát igen, nem mondom. De kisipolom. Meg. Ez tényleg durva. Mert gyere, de azt nem is tudom, hogy pontosan. Gyere, az igen. Hello. Eléggé hullámzik. Jaj. So you know my name? Nora. Tudják a nevemet? Jó lesz, de megcsinálni olyan közelít, hogy a láda ide bekerül a képbe, ráteszi a hálóra, hogy látjuk, hogy nyílik a láda, és a Nóri meg ott ül, és akkor fedezzük fel azt, hogy igazából a Nóri volt az, aki búvárkodott a víz alatt. Apukám elhozza a gyerkőcöket az iskolából, az jó, meg még el is viszi őket. Ide, oda, és kicsit még be vagyok feszülve. Az egész addig a pillanatig így lesz, amíg le nem szállunk ott. Az már Szaúd-Arábia? Érdekes visszajelző. Is there a shipwreck here? Ah, oh, wow. Most ha tudnék búvárkodni, akkor nem menném megnézni a shipwrecket. Vörös tenger, az erről híres itt. Picture, yes, sure. Selfie, és menni mindent. Ide add a glass-t. Thank you. Jó éreztek magadat? Nagyon jó volt, igen. Figurák voltak ezek a csávók. Nagyon jól sikerült, igen. Elkezdték túl játszani, mert mondjuk színészek. Ja. És az elejétől így mondtam nekik, hogy arról kéne majd dumálni, hogy így... A Nóra így, Nóra így. Elkezdték ilyen nagyon ilyen górnagy Mária-s. Szép ez a tenger itt. Jó van, hát szóval akkor ennyi volt a vlogolás. Négy óra van. Indulunk. Gyerekek, még alszanak, Gizuska? Most öltözteti őket föl. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mit is szoktam ilyenkor mondani, nem tudom. Elkezdődik 35 nap tömény őrület. Ezt megint egy nálázsia. Úristen,
Kész vagy? Elkészültünk. Azért van, hogy csak két darab gyerek hiányzik. Késéssel, de elindultunk. Azt nem hoztam. Esküszöm, nem hoztam útlevelet. Jó van, Gizuska, ez egy jó mondat volt. Ha nem hozom útlevelet, akkor... Hát jó, hát nincs itt anya, hát ő szokott ezekre gondolni, de most szerencsé, itt van Gizus. De örülök, hogy te jöttél. Ez az. Kérdezett Palikám, hogy ő vitt minket a legelső Ázsiába is ki. Ja, ezt nem tudtam. Úgy néz ki, hogy elindultunk. Nagyon jó. Most az reggel leérünk oda? Nem, délután. Hát késő délután ott leszünk. Vacsorázunk. Hát így meg oké. Nem annyira tudom, hogy mit tudnék enni. Fogsz tudni enni, csak van minden lehet. Mencius, te ébren vagy? Azt tudom neki. Vagy nem. Bár én döntök úgy a félbe. Klik, azok. Jó, vagy mint a iskolába mennél, mit? Nem oda megyek. Újra itt vagyunk. De jó. Jó reggelt. Jó reggelt. Mire ide értünk, reggel vagy? Nagyon sok esemény van, az egyik, hogy a családom végre elindult. Szevasz, Rékuci! A másik esemény, hogy ma elkezdjük a konfokat forgatni. Megnézed a sivatagi leszállást? Welcome to Aqua. Benci, tudod, hol vagyunk? Nem. Ázsiában. Tessék? Spanyolországban. Rómában. Rómea? Az mi? Nem Róma. Aqua. Á, micsoda. Emlékszel? Igen. De azt hogy mondták? Abba. 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 Az volt a... Az Aladdin bizony. Ja, az Aladdin. Ott vannak a bőröngyeink, már félre van téve. A nulladik nap, mert ugye a verseny az csak holnap indul, de városban is veszünk fel most konfokat, aztán pedig kiutazunk a sivatagba. Finom? Tét brutálisan néz ki. Az enyém is nagyon jól nézett ki, csak most már bement ide. Valahol itt lehet. Ha nagyon erősen belenézel, akkor látod ott bent azt a croissant. Így? Az. Nagyon kíváncsi vagyok. Most már egész más lesz veletek utazni, mint eddig. Nagyok vagytok. Okosak vagytok, gyakorlottak vagytok. Nagyon érdekes hangulatú ez a teázó. Olyan képek vannak. Jöjjek ide! Egy ilyen eredeti helyi teázóban nem lehet csak úgy egy csészetelt kérni, hanem ez úgy van, hogy hoznak egy ilyen kis kannát, abban ugye ott lógnak a filterek, és akkor hoznak mellé milliónyi poharat. Sokkal nagyon meleg. Szép idő van. Nekem melegem van. Az a lényeg, hogy neked meleged legyen. Welcome, sir. Thank you. My friend, because you have bus and you have a big bagage, I put your bagage in the bus. Yeah? We will meet him after airport, because I should to back to Aqaba. What? You will go with my friend to Amman, and I should to back to Aqaba. Okay. Okay? All right. So I'm sorry. No, I'm confused. So you're not coming to Aqaba? No. He will drop you to Amman. You will go to Amman, yeah?
Are we? Aqaba is where my wife is, no? Where the crew is. No, no, my friend with you and his big car. Uh-huh. Take you to hotel. Yeah? And I will back to take another people, you understand? Ah, okay. It's my car small. Alright, okay. Nem tudom pontosan, mi fog történni. Néha, locsolgatja itt a... Normális, hogy még így is busztának látom ezt a retket? Hogy retkes? Igen. A retkes retek esete. Gyere, 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 Micsó, gyere, már le is vettem a cipőt? Azt hittem, ezzel megyünk. De hogy nézel ki? De ez borzasztó. Kicsit az ébben. Thank you. Nice trip, bro. Yeah, thank you. Bye-bye. Tulajdonképpen nem értettem. Egyszerűen elmondta 28-szor, hogy mi fog történni, de egyáltalán nem értettem. Gyanúsan egy ilyen mellékútra kiment, és akkor ott összetalálkoztunk ezzel az autóval most. Nem értek, hogy miért nem tudott ő minket hozni, de mindegy. Szerencsére nem lettünk elrabolva, pedig volt egy pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ez az utolsó napom. Te nem voltál betolva? Te be voltál tolva? Nem. Jézuska, te be voltál? Éppen. Gyanús volt, hogy egy személyes kocsi, sehol sem, és hirtelen megáll, és kattant az autó, hogy kiszállt, és azt hittem, hogy na most akkor itt valamit fog történni. A bácsi tud magyarul, képzeljétek el. Nagyon szeres magyar. Ennek az az ok, hogy volt közvetlen járat Aqabába. Nagyon sok turista járt itt Magyarországról. TV Kato, magyar. TV. TV Kato? Én TV Kato. Ennyi, TV Kato. Hú, de jó! Úristen! Hú, de jó! Hú, de szép! Az a szép! Az a szép! Jaj, de jó! Ki még a szeme fekete! Rámozeném, rámozeném, sötét kék! Jordániában egyáltalán nem írta, hogy a helyiek vannak szükségek. Úristen! Mohamed elképesztő fazon. Ő nem is tudja, hogy az Úristen ez most mekkora sláger otthon, de mindjárt megmutatom neki, esküszöm, hogy ezzel fog most nagyon gurítani itt a magyar turistáknak. Úristen! Bácsi nagyon cuki volt, én is veszek tőle egyet. Úristen! Ebből árulja az autónak a teret. Hát Csanyi, így elaludták. Ugyanaz, mint velem. Nagyon régóta jövünk az abszolút semmibe. Szandi úgy gondolja, hogy a tevék azok mind vidám állatok. Ez egy kicsit vitatkozunk vele. Nem tudom, mire alapozott Szandi, de mindig mosolyognak. Mindig mosolyognak. És az hátulról is látszik. Én próbáltam módosítani, és szerintem az alpaka az, ami igazából mindig vidám. Nem annyira a teve, de el tudom fogadni, hogy a teve is. De cuki. Itt is jön még egy csomó. Mondjuk ide kellett volna rakni ezt a táblát. Hogy? Vigyázz, tevék! Szóval, bármikor, bárhol megjelent. Milyen jármű itt előttünk, nézzétek már? Tek. Megy a kapcsolat. Elég morbid. És meg kell tanulnom felállítani a tevét, de ezáltal nem egy gondoló dolog. Azt kell egy mondani, hogy... Csak valami olyat. Nem értjük a teve nyelvet. Nagyon aranyosak, nagyon szép.
szépek. Erre fekszik le. Szegény barna tevét most félő egy kicsit megsértettük, mert most csak a fehérrel forgatunk, és így szeretném lebuktatni magunkat, mert ez eléggé látványos lesz a tévében, hogy elhagytam a fülbevalónak az alsó karikáját. Van, és most ez úr? Rossz, mert az egy részében ott van rajtam a teljes szett, aztán egyszer csak el fog tűnni a fele. Aztán visszaugrik, aztán megint. Ugye a konfokat azt előbb rögzítjük. Van olyan konf, ami majd később kerül adásba, és ott még rajtam lesz a teljes. Aki ezt észrevette adásban is, annak gratulálunk, és válaszolunk a nézői levelekre, és aki akabában megtalálja a fülbevalónak az alját, annak nagyon megköszönöm a visszajutatlan, nagyon értékes darab. Főleg eszmei. Tegyük le a másikról is. Réka, tépjük szét, gyere! Ó, mit sikeredett! Szállt egy ember a piros lámpánál, hogy van idegen ember, megkérdezhető, hogy merre van a valami, ott fogta magát. Beszállt meg, ugye nem tudom. Oké, ez már kezd egyedül. Can I help you with the hotel? No, we'll be to the hotel. Azért ez Budapesten nem gyakran történik, mert valakit megkérdezel, hogy merre van a valami, azt mondta, hogy gyere, akkor beugrom össze, nem, de segíthet neki. Na, cipőket fölvenni. Nem tudsz kijönni? Én nem akarsz itt maradni? Ott vannak már a srácok. Anya forgat? Sajnos nincs itt. Hello! Hello! Tudjátok, hogy Nóri most kint van. Aha, azt már hallottuk. Bármit szeretnétek, akkor itt vagyok, szóljatok. Jó van, jó? Szuper. Meg jó. Kijátok, real van. Na itt vagyunk, ahó. Minden jó, már most megyünk a szobába. Andorral is beszéltem. Mi most már van wifi, úgyhogy hívlak. Ez a történelem legfinomabb. Szerintem az ott anya. Másik oldalon. Én megyek, átmegyek a másik, az én szobámba, sziasztok! Szia, drágaság! Igen, ez így van, két egymás melletti szoba. Nem is így nézel ki. Te is hazukás lettél? Nekem egy ilyen kis nyomni. Te is hazukás fejű lettél. Anya is itt van, de vicces, balatonos pulcsiban, milyen mibe lenne. Sapa, nem ők hazukás. Jó, a hotelben megnézzük a medencét. Mikor látunk téged? Csak este. Mi most megvárjuk a naplementét. Jaj. Na jó, akkor szívok a nyomodom. Azt hiszem, hogy a történelem ismét megismétli önmagát. Fentusken, ez az első alkalom, hogy indulunk. Pedig még anya itt sincs, aki emiatt idegeskedhet. Na, egész jó. Looking online for a picture of you, and I find one of you with a camera. With the camera, and I just put a picture of you in the script because you have a role. Like well, it's far away. Mi most Platón fogunk utazni a sírban. Thank you.
hiszem nem kezdődik túl rosszul ez az utazás, de nem annyira rossz nektek. Én vagyok a ti személyes történetmesélőtök. Utális. Mai munkahelyem. Csapatban, és oda még minden négy, és elkezd nekik ilyen magunk, de őt csak elkezdik. Na ez az, így kell legyezni apát szépen, így van. Szeretném azt a monológot elmondani, hogy nagyon, de nagyon-nagyon hasonlít az érzés, ami az ilyen Ázsia Expresses érzés nekünk szerintem. Így ülünk, Venci ott a földön, Gizuska most ült le. Az érzés, amikor várjuk, hogy anya megjöjjön, nézem a Google Maps-en, a Google térképen, hogy a kis ikonja mikor közelít hozzánk. Különnyileg 1 kilométerre van tőlünk. És rövidesen meglátjuk napok óta, nem láttuk anyát. Itt a nagy pillanat, hogy megölelgessük őt. Aki először meglátja anyát, azt kap tőled egy puszit. Tőlem meg anyától is ő kap puszit legelőször. Lifttel fog jönni, vagy a lépcsőn? Én annak örülnék, ha itt jönne le a lépcsőn. Nézhetnénk így végig, hogy lesétál. Ott van! Na, megjósoltam, hogy ott fog lejönni a lépcsőn. Ha nem? Nulla. Kicsit rossz érzés, hogy mi nem vagyunk ott, ahol éppen pánikban roham mindenki, de nagyon hamar kellett volna ahhoz kelni, hogy csak úgy poénból kimenjünk és megnézzük a versenyindulást. És a legjobb érzés, hogy tegnap megjött a családom, úgyhogy már Lábújhegyen kellett készülni reggel, és ezt az érzést ezt szeretem. Nincs annyira korán, most 8 óra van, mert meg kell várnunk, amíg a versenyzők kijutnak a sivatagból, és ez elég hosszú ideig fog tartani, úgyhogy mire hozzám elérnek, kicsit később lesz, úgyhogy ezért van ez a kellemes indulási időpont, de azt hiszem, hogy holnap ez már nem így lesz. Szevasztok, szevasztok! Elindult a verseny! Bajosan le van zsinorozva ez a része. A green area az mindig a stáb részére kialakított tartózkodó a forgatási helyszínek környékén. Tehát most, amíg várjuk a párosokat, hogy beérkezzenek, addig itt fogunk csücsülni. Van tea, narancslé, üdítő, víz, és lefoglalt asztalok és pálmafa. Mai munkahelyem. Szeretlek, magyar. Ez egy kellemes látvány mindig. Maxta. Na jó reggelt. És jövősen meg kell bontválkozni, mert tudtam, hogy akkor szakállam lett. Hello. Jó reggelt. Szia, Mici. Hogy aludtál benne? Jól. Induljunk el reggelizni. Au, au, au! Aludtunk, és mi a vencélet, nem voltunk az egyben, mint többségben, de akkor megint tudom szépen. Ja, takarító. És mondtad neki, hogy no, thank you. Nem, mondom, hogy hi. És akkor én már láttam, hogy így volt. Igen. Mi volt? Te is igazolod ezt a történet? Én is láttam. Oh.
Szibériát tudom. Nem tudom. Na hát akkor ez a nap is úgy tűnik, rendesen elkezdődik, menjünk, kiderítjük, hol a sofőrünk, itt a sofőrünk. Hello! Na most megyünk egy kemény 5 percet. Anyához a tengerpartra. Ja, de ne vedd le, mit szívem, mindjárt 5 perc, 5 percet fogunk. Ne vedd le, mindjárt odaérni. You have the location, but I was afraid you'd get lost. No, yeah, no, thank it's you. Like there's many, many staircases like this. All right, okay, that's okay. Thank you for coming. You're welcome. So, so, so. That's okay. I'm just sorry. No, it's not. That's okay. See fognak jönni a versenyzők, ott van kiakolzásról fönt, és ott van a pultom. Ja, ott a pult, szuper. Jó, most nézzük meg a tengerpartot azért. Szandi az Ákos. Szandi, nehéz dolga van, mert a Nanasia rajongók már ki vannak borulva, hogy Ákos nincs, de majd megismerik Szandit és fotolni. Úgy tudom felülre, hogy nem. Az egyik legnagyobb Nanasia rajongó egyébként édesapám. Tényleg? Igen, kézzel már rám szóltak, hogy öltözzek fel. Tényleg? Aha, a rendőrök. Igen, nagyon kedves volt, mondta, hogy nagyon-nagyon bocsánatot kér, és ne haragudjak, de hogy a helyiek már szóltak ezért. Hogy Jézus, te nem fogsz tudni strandolni. Tehát itt nem, egyszerűen nem lehet futni ruhára levetkőzni. Ki van legelől? A maricsék. Tényleg? Igen. 38 percben itt vannak. Hát, hát, hát. Nem az. Itt a nők konkrétan felöltözve, fekete ruhában ülnek az árnyékban. Én itt még nőt nem láttam strandolni, csak gyerekeket. És ez a ruházat, hogy a válasz szabad, hogy a válasz oké, okay, a térdel van baj, hogyha a térded nincs takarva. Még emiatt nem szóltak rám, de nálunk kendő nyilván. Egyesüljünk egy felvételre. Csináltak nekem ide belülre egy ilyen kis tartókát, és mi bele tudom rakni a táskámat, ami azért jó, mert legalább nem fog felborulni a pult. Nem szoktam megint, ez a 170. 9 milliómodik, nem tudom hány búvár szemüveget vettünk, tehát tényleg ez összön szörnyű. Az aláíró papírka, erre fogják leírogatni a versenyzők, hogy megérkeztek. Ezeknek az embereknek fogalmuk nincs, hogy én ki vagyok, de mégis érzik, hogy itt most valami fontos dolog történik, és azért állnak, és akarnak fotót, meg fotózkodnak, de nyilván nem tudják, hogy én ki vagyok. Milyen halszakban érzitek? Nagyon kemény, erőteljes halszak. Lehet, hogy itt halak is vannak a tengerbe. Nyilván. Nyilván. Gyerekeim, egy egész kicsit úgy érzem hidegnek érzékelik. De hideg is. Megjöttek közben, vagy nem? Krisuskám, nagyon jól áll a Venci sapkája. Menő. Az első Ázsia Express óta ez egy szállóigénk, amikor már közelednek a párosok, és be kell állni a pult mögé, hogy any minute, bármelyik percben megérkezhetnek. Most már van egy any minute. Minden oldalról, minden kameraállásból, minden szögből. Szavaszapa. Gyerekek közben benne a tengerbe, a vízbe. Hello! Görcsi, elemet cserél gyorsan, nehogy a legrosszabb pillanatban tűnjön el a hangom. Igen. Ennél unottabban nem tudtad volna mondani. Igen. Vagy Annie Minit, az másfél óra. Annie Minit, másfél óra. A rutinrókat. Pocsi, pocsi, tarka, sapanas a farka. Ez új, ezt még nem hallottam. Szalatrak, kászenom. Japaninka? What's your kind of movie? It's like a race. Yeah. Hány meg, Ventus, ne menj, gyere ide hozzá. Ne menjön be anyához. Holding on to ghosts is poison. But I'll hold on to you. Megkérdezed, mi van benne?
Találtam. Ott van. Alkohol az nincs benne. Nem adnák oda nektek. Mert különben itt nem nagyon lehet alkohol. Kérlek, azért kérdezd meg. Ah, thank you. Apa, most kérdezd meg, mert mégiscsak lehet, hogy előnyomja. Nincs benne, Mici, ne hülyeskedj már. Hát ez egy milyen buta kérdés. Hát biztos, hogy nincs benne alkohol. Higgyél. De nekem higgy. Nincs benne, Mici, megkóstoltam. Mici, ez csak jékás. No, okay. Miért akarnék én neked alkoholt adni? És nem már megintem. Négyen egyszerre futottak be. Tényleg? A Bicsőt meg a Zegzatmanosnak is. Azzal előzték be a Zegzatmanosnak, hogy ott mind a kettő együtt ráállt, hogy mind a kettő itt voltak a szemüvegen. Milán az befutott, és a Peti lemaradt. Jézusom! Elmondanád a véleményedet erről a kardamomos kávéról? Itt áll már? Kóstoltam. Nagyon izgalmas szerintem. Ha kicsit ilyen öblítőt ünnál, nem? Nem, a kardamomnak az illata. Nem mondtad volna, hogy öblítő, ez nekem ez eddig eszembe se jutott. Na visszamegyünk, most akkor mi már rövidesen elmegyünk. Puszilunk. De még az idejövünk köszönni ennyi. Itt vagyunk és nem tudjuk, mi történik. Meg kell nézzük a műsort. Lelkesedett Timiék. Idegesek talán rohangálnak. Nem barátok. Viszont jó, az elsőre kell a legjobban koncentrálni, mert kapnak egy segítséget. Aha, igen. Segítséget, tovább jutnak, és akár kivihetjük az egész játékot. Így. Ott megy anya. Anya nagyon jól mész a kék bútorzathoz. Megnézem a szettet, és akkor szólunk, hogyha jó lesz. Eddig ott álltuk egy 20 perc, és nem jött senki, úgyhogy most visszajöttem az árnyékba. Mici, mi lett veled? Olyan, mint a szilikonból lennék. Gumilány vagy? Jézus! Konkrétan ugrálj a rád. Ja, van egy kis vékony valami. Az a látva kötve az állat, és akkor arra a ruhacsip veszel a kulcs. Jaj, de jó. És meg nem nagy helyes, hogy lehet egy rákra rögzíteni egy kulcsot. Két nappal ezelőtt még. Cica az asztal tetején. Ülnek a helyiek. Befejeztük az első játékot. Na, menjünk gyertek, csak szavaztok.